Mostanában próbálok mindig korábban kelni, mert nem tudom, hogy mondtam-e már, de dolgozok egy új otthonedzés programon. Nagyon durva lesz, de iszonyat sok munka, és ezért korábban kell kelnem, hogy tudjak elég jól haladni vele. Reggel ettől függetlenül a kutyának kell séta, úgyhogy szépen napfelkeltekor sétálunk. Ideje reggelizni. Fújjuk egy kis olajot a serpenyőbe. Zsírszegény csirkemele felvágott, és tojás. És az utolsó ilyen zsírszegény sajt mehet még rá. És így néz ki egy beteg, de egészséges, clean reggeli. Eljöttünk kirándulni Sóskútra, vagy ba. Itt született Mia. De ma sajnos nem hiszem, hogy az anyukájával fogunk találkozni, bár érdekelne, hogy játszanának. Na, fel is értünk, végül is nem egy nagy hegy, igazából inkább egy dombnak mondanám, de a kilátás az nagyon jó. Fel egy srác, egy bazi nagy hátizsákkal, és szerintem a háttérben már látjátok, hogy miről van szó. Hétfő van, fekvenyomó nap, és ma ránéztem a jegyzeteimre, itt áll, hogy 100 kilót kell nyomnom, 4 sorozatban, 5 ismétléssel, és ma nem éreztem, egyáltalán nem, nagyon fáradt napom van, de úgy voltam vele, hogy egyefene csináljuk meg gyorsan. De most, hogy közben benne vagyok, srácok, rájöttem, hogy nem elég csak úgy gyorsan megcsinálni, hanem tényleg tudasd meg magaddal, hogy miért akarod, mit csinálsz és minek csinálod. Kell egy konkrét cél, mint hogy nekem most akarom, hogy fejlődjön a mellizmom, akarom, hogy fejlődjön a fekvenyomásom, fejlődni akarok. Nem csak azt akarom, hogy meg legyen csinálva, hanem tényleg többet és többet kell. Annyira belekerültünk az edzésbe, hogy elfelejtettük tovább forgatni a gyakorlatokat. Fekvenyomás után evezés volt kombinálva mellhez húzással, szuperszetben, aztán kitörés, most pedig jön egy durva karozás.